Szeretettel köszöntöm mai nézőinket. Ismét egy izgalmas beszélgetés előtt állunk. Most kettő vendégem is lesz. Egyrészt Gáspár Judit, pszichiáter, másrészt Tar Kata, aki a Zsidók Jézusért mozgalomnak a vezetője. Köszöntöm Önöket, vagy köszöntelek titeket itt a stúdióban. És hát felvetésként, felütésként azt mondanám, nem tudom mennyire értetek ezzel egyet, hogy a zsidóság, a zsidó emberek mondhatni szinte a legközelebb állnak Istenhez, és mégis talán nekik a legnehezebb Jézushoz menni, vagy elfogadni Jézust. Erről a gondolatról mi teszetek be? Hát ez egy jó nagy téma, úgyhogy köszönöm szépen, hogy ezzel indítasz. Beszéljünk talán inkább magyarországi zsidóságról, mert hogy szerintem az elég speciális, és még mindig ugye viseljük a magyar holokausznak a terhét, és ezért a magyar zsidóságnak tényleg csak egy kisebbsége az, amelyik olyan klasszikusan zsidó, hogy zsinagógába jár, hogy cicesz, talész visel, vagy kaftánt, netán, vagy bármi módon tényleg akár ortodox, vagy kóser módon élne, tehát ez a kisebbsége a magyar zsidóságnak, és még azoknak is, azokon belül is csak egy kisebbség az, amelyik meggyőződéses, Isten hívő. Beszéltem olyan zsinagógába járó emberrel, aki megsúgta nekem, hogy ő úgy jár zsinagógába, de ott elöljárósági tag, hogy ő nem hisz Istenbe. Tehát a magyar zsidóság ebből a szempontból is speciális. Terhel. És aztán ez a másik kérdés az, hogy a zsidó, hogy mind általában a világ zsidóságára jellemző az, hogy ha azt mondjuk nekik, hogy Jézus, akkor erre azt mondják, hogy mi zsidók vagyunk. Tehát, hogy nektek van Jézus, már a nem zsidóknak, mi zsidók, mi, ez egy unblock dolog, legyünk ateisták, legyünk ortodoxok, Jézus az nem nekünk van. Ez egy eléggé általános hozzáállás a zsidóságnak. Arról, hogy miért, ez meg az egész műsoridőt elvenni, úgyhogy most abban nem mennék bele. Most a beszélgetésben majd közelebbről megismerkedünk Judit, a te életeddel. Ugye te zsidó családba születtél bele, érintettiteket is a holokauszt, ezt most így előjáróban mondom, és aztán sok-sok évtized után pedig megtértél, és Jézust elfogadtad a messiásnak, a megváltónak. Erre majd mindjárt kitérünk. Ugye Kata, te pedig a Zsidók Jézusért mozgalmat mondtam, de ez talán nem mozgalom, egy szervezet, küldetés. Tehát ezt a szervezetet vezeted. Mi a legfontosabb küldetésetek? Talán már persze a nevében is benne van. A mozgalom szó azért jó, mert maga a messiási judaizmus az egy mozgalom. Nem nevezném sem szervezetnek, sem felekezetnek, viszont az igaz, hogy a Zsidók Jézusért misszió, az már ez egy szervezet, egy missziós szervezet, aminek a pontosítok, hogy a budapesti csapatát vezetem, uh-huh. Tehát a nemzetközi szervezetet nyilván nem én. És hát úgy fogalmaznám meg a küldetésünket, ami a Róma 1.16-ban található, hogy nem szégyellem az Isten evangéliumát, ami Isten ereje az üdvösségre zsidónak először, aztán pedig a nem zsidónak. És hát egy ilyenfajta prioritásban mi valóban először zsidó embereknek szeretnénk bemutatni a messiásukat, viszont mivel az alapküldetés a zsidó embereknek az, hogy a nem zsidóknak világosság legyen, ezért folyamatosan a nem zsidó embereknek is hirdetjük Jézust. Mindkettőtöktől kérdezném, hogy ki az, akit az Isten hívő zsidók, hát nyilván akik nem hisznek benne, azok kevésbé várják a messiást, de akik hisznek, ők milyen messiást, ők kit várnak pontosan? Az, hogy pontosan kit, azt szerintem ők sem tudnák úgy igazán definiálni, de azért van, most már egy az évek alatt egy kicsit összeállt bennem, hogy melyek azok az ismertető jegyek, amelyek alapján mondjuk egy vallásos zsidó azt mondaná, hogy na, a messiásnak ilyennek kell lennie. Tehát először is úgy gondolják, hogy a messiás bármelyik generációban megszülethet, és amennyiben betölti azokat a kritériumokat, amelyek szerintük a messiás jellemzik, és ezek pedig azok, hogy a messiás összegyűjti Izraelt és zsidó népet Izrael földjén, felépíti a templomot, harcolja az Úrnak a harcait, és elhozza a világ békét. Tehát ezek azok a dolgok, igen, amelyek alapján a messiást föl lehet ismerni, de hogy maga a messiás is, ezt majd úgymond utólag
vagy közben jön rá, hogy ő a messiás, mert ugye ezzel a küldetéssel uh-huh. rendelkezik. Talán még az is, hogy ráveszi az egész zsidóságot arra, hogy kövesse a törvényt és a tórát, és ez is része a messiási kritériumoknak a zsidóság szerint. És miért ilyen nehéz? Miért nagyon nehéz a zsidó embereknek Jézust messiásukként tisztelni, és hinni, és követni? Nagy kérdés, megint. Sok mindent lehetne róla mondani. Hát az egyik az az, hogy a zsidóság nagy része nem úgy olvassa, ha egyetem olvassa a Bibliát, akkor nem úgy, ahogy azt a keresztények teszik. Tehát azt gondoljuk kívülről, hogy hát a zsidók azok a teljes Ószövetséget olvassák, tanulmányozzák, ismerik. Ez nem teljesen van így. Tehát amikor egy keresztény ember azt gondolja, hogy de hát ott vannak a proféciák, hát hogy nem értik? Azért nem, mert hogy más módon olvassák. Elsősorban a Igen. Tórát, mellette vannak a Haftara, vagyis a zsinagógai olvasmánynak a profétai szakaszai, és ott, hát az sem a teljesség, és van olyan nagyon fontos messiási profécia pont a szenvedő messiásról, ami kimarad ezekből a zsinagógai olvasmányokból. Az Izsaiás 53 nincs benne például. És ott a másik, amit szintén nem szabad elfelejteni, és ez egy történelmi tragédia, hogy a keresztények sajnos nem tették féltékenyé a zsidóságot az ő hitükkel, hanem egy nagyon sokszor volt egy kevékedés, amit már a római levélben is lehet olvasni, felfogalkodás, az ágak büszkélkedtek a gyökérrel szemben. Aztán egyre jobban el is vált egymástól a kereszténység és a zsidóság, tehát a nicai zsinat behozta azt a rendelkezést, hogy ha zsidó vagy, és hiszel Jézusban, akkor meg kell tagadjál mindent, ami zsidó. Ilyen módon a zsidó embernek választania kellett, hogy most akkor vagy zsidó leszek, és megtagadom Jézust, vagy Jézust követem, és megtagadom a zsidóságomat. És ilyen módon most úgy tűnik, mintha ez két teljesen külön csoport lenne, ahol nincs átjárhatóság. Itt vagyunk mi az elveszett lányszám, vagy hiányzó lányszám. De én most beleszólnék, mert ugye én... Nagyon sokáig, borzasztóan le is egyszerűsítettem ezt a kérdést, hogy én azt tanultam az anyukámtól annak idején, hogy a keresztények mindig üldözték a zsidókat. Ugye már a inkvizícióban is üldözték, kizavarták egyes országokból, kizavarták Németországból, elmentek Spanyolországba, pogromok Oroszországban, elmentek Lengyelországban, de valahogy, ugye, úgy, ahogy a hegedűs a háztetőmben is mondja, hogy hát azért van mindig kalap a fejünkön, mert bármikor el kell menni. De mindezt Jézus nevében. Így van. Tehát én nekem Jézus, meg kell vallanom, hogy még megtérésem után is egy kicsit olyan gyanús volt. Tehát ez úgy szinte mélyen belém vésődött, hogy Jézus nevében gyilkolták a zsidókat. És akkor ezt a Jézust fogadjuk el? Mondjuk el a nézőknek, hogy te mikor születtél, milyen időszakban? 46. 46, és hogy... Bevallom, 46. Igen. Pont min volt túl az ország és a te családod Igen. is? Igen, erről is pontosan, tehát ez bekerült teljesen az egész életembe. Mi történt a te családoddal a 20. században, különös tekintettel a holokausztra? Végül is, ugye a családom minden tagja zsidó volt, nem voltak vallásosak. Nem, ezt nem lehet mondani. Félelemből? Az üldözéstől való félelemből, vagy pedig egyszerűen ez így alakult? Nem, már modern emberek voltak. Modern emberek voltak. Ők valami keveset megtartottak, de semmi különös. És ennek ellenére ugye jött a holokauszt, amikor is az aput elvitték munkaszolgálatra, az anyu 16 évesen. Ausztriába elvitték, Lichtenbörgi koncentrációs táborba. A nagypapa, egyik nagypapa Mauthausen, másik nagypapát a Dunába lőtték, vagy a csuda tudja, mert neki a síremléke, vagy mit mondjak, az csak a Páva utcában van kiírva egy táblácskára.
és akkor maga a ház zsidóház volt, nem tudom, hogy onnan kellett-e menni gettóba, de szerintem az is a gettóhoz tartozott, így a csillagos ház, és egy nagymama volt, aki Bujkába átvészelte ezt a kort. Tehát végül is nagyon szerencsés vagyok, mert egy kivételével hazajött mindenki, erre azt kell mondanom, hogy nem sokan dicsekedhetnek ezzel, de mindenkiben ott maradt az emlék, hogy a zsidóságot úgy, ahogy eddig is, most is az van, hogy bármikor egyszer csak elvihetik. Emiatt aztán a család, még így is mondom, hogy kommunista is lett, mert azt hitték, hogy Szovjetunió nem bántja a zsidóságot. Ugye, tehát ez is egy érdekes. Ez volt a fő oka? Ez volt a vezérlő oka annak, hogy kommunisták lettek? Vagy hogy te az lettél? Anyut a szovjet hadsereg szabadította föl. Szovjet hadsereg adott kenyeret nekik, amit néhányan úgy bezabáltak, hogy abba haltak bele. Ugye, hallottam tehát, ilyet. Tessék? Hallottam ilyet. Ez is egy ismerős dolog. Ugye anyut a szovjet hadsereg hát valamennyire segítette Lichtenwürgtől Kőszegig, tifusszal, 40 fokos lázzal és vérhassal, egybe a kettő, 28 kilóval. Hát egy 17 éves lányzóról van szó, ugye, mert 16 volt, mikor elvitték. Eszembe jut az Edith Eva Eagle. Igen. Hát ő igen. Is hasonló állapotban igen. Volt a testvérével. Pontosan. Igen, igen. És akkor még erről is mesélt, ugye, hogy a kőszegi kórháznál letették, és annyira gyenge volt, hogy a kőszegi kórház lépcsőjén 4 kézláb tudott fölmászni. És akkor ott végül is a kőszegi kórházban heverte ki a betegségeket, illetve gyógyították. Tehát ilyen értelemben ő benne volt egy hatalmas nagy bizalom Szovjetunióban. Én aztán valahol azt gondolom, hogy ez is rengeteget játszott bele, hogy kommunista lettem, de az is, hogy anyunak az is egy meggyőződése volt, hogy nem akar engem a hivatalos vélemény ellen hangolni, tehát amit az iskolában tanulok, akkor nehogy annak ellen mondjak, ugye, mert akkor minden kiderül, hogy mondjuk Szabad Európát is hallgat a család, és emiatt én ebben persze úttörő, kisztag, aztán egyetem alatt a pártba jelentkeztem. Mennyire tudtad azt, ahogy nőttél fel 20-as éveidben mondjuk, hogy mi ment keresztül a családod, a szüleid, a nagyszüleid? Na most ez egy nagyon szomorú történet, tudnék, anyu nagyon nem egészségesen, lelkileg nagyon nem egészségesen, hogy szépen mondjam, érkezett haza. Állandóan az volt benne, hogy neki ezt el kell mondani, de senkinek nem merte elmondani, ugye, mert még hát azt, bocsánat, a nagymamámnak a lánykori neve Kón Rozália. És valahol az anyu eljátszotta azt, addig bohóckodott, amikor a személyét beírták, ugye akkor még kézzel írás minden, hogy végül is elérte azt, hogy nem Kón Rozáliának, hanem Konő Rozáliának írták be, hogy még itt is letagadja a zsidóságát. Hát ezt nagyon sokan tették. Tehát sokan tették ezt meg, igen. Tehát emiatt mondani nem mondhatta sehol, egyetlen egy személy volt, akinek mondhatta. És erre én úgy emlékszem, hogy többet hallottam, hogy volt a koncentrációs táborban, mint a Piroska és Farkast gyerekkoromban. Nem mondom, hogy föl tudtam dolgozni a mai napig is, mert egyszerűen ebben éltem. Te akkor mondhatjuk azt, hogy te úgy éltél, abban nőttél fel, hogy az identitásodat szinte szégyelni kell, igen. Nem tudhatod, mikor kell menekülni, igen. És hogy ez leginkább
a magukat keresztényeknek nevezők miatt van. Ők tehetnek róla, pontosan. Ők tehetnek róla, és bármikor újból előfordulhat. Ez a bármikor újból előfordulhat, ez olyan szintig megy, hogy például az anyu közölte, hogy ő nem hajlandó olyan házba költözni, most itt nem konkrétan a holokauszra mondta, ahol egy tank meg tud fordulni. De oda nem fognak bemenni a tankok. Most innen elég hosszú lehet az út Jézushoz, de mondjuk egyáltalán innen hogy vezet az út Istenhez? Ugye sokszor azt mondják zsidó emberek, holokauszban érintettek, hogy hát ha ez megtörténhetett, akkor nincs Isten. Ez hogyan dolgozott benned, ehhez te hogy viszonyulsz, és hogyan mutatta meg magát nektek Isten, hogy de van Isten, ez az emberek műve volt. Tehát én is teljesen, tehát sok szempontban nagyon hasonló a történetünk, csak most ugye ezt nem részletezem. Tehát ugyanúgy anyukám. Ő volt ott az érintett, akkor 6 éves, 7 éves volt, őt nem vitték el, de azért sok minden nem átment. És bár volt egy nagyon érdekes és kótmisszió révén az én nagymamám, a anyai nagymamám, már keresztény volt, tehát hit Jézusban, karácsony előtt mindig kitakarított mindent, hogy a Jézuska majd belenéz a fiókokba is. És később értettem meg, hogy ez a pészaki nagy takarításnak volt arra hajazott, ugye egy zsidó kis keresztény lány, ugye ezt így egybe rakta. És aztán ennek ellenére ő gettóba került, nagypapát a munkaszolgálatba elvitték, többször elvitték vonaton is, de vissza, szóval mindig megszökött, tehát a nagypapa egy nagy túlélő. És nem volt ez nagyon erős, ez a, ha ez megtörténhetett, akkor nincs Isten, de valahogy az a fajta, volt egy olyan tudományos, anyukám fizikusként végzett, tehát olyan nagyon tudományos is volt, valahogy az akkori korszakban úgy belesimult ez az egész, úgy nem amiatt, hogy mert mi zsidók vagyunk, meg a holokausz miatt, csak úgy egyáltalán, hogy az már a múlté. Nincs Isten. Tehát ilyen értelemben nekem csak ezért volt egy picit, tehát nem a zsidóságom miatt volt nehéz Istenben hinni, viszont a szolgálatomban nagyon sokszor látom ezt egy hatalmas nagy falként, amikor zsidó emberek felé, főleg idősebb zsidó emberek felé szolgálunk, hogy amikor egy picit is elkezdünk Istenről beszélni, akkor mindig, de hol volt Isten? És erre nagyon nehéz válaszolni. Igen. És bár van néhány válaszunk, de mindig úgy érezzük, hogy ez erőtlen. Tehát ezt itt elmondom, ezeket a teológiai dolgokat, hát ott halt meg a nagymamája, a testvére, a nem tudom ki, meg milyen körülményeket, ez egyszerűen erőtlenek. De ugye egy megkerülhetetlen kérdés, például Istennek mi a válasz a ti személyes életetekben erre a kérdésre? Én most egy rabbinak a válaszát mondom el, mert ez frappáns és rövid. És ez pedig az, hogy Isten ott volt, de hol volt az ember. És úgy gondolom, hogy ez elég jól összefoglalja, ugyanis tényleg Istennek tehát nagyon fantasztikus megmenekülés, megmentési történetek vannak, amelyek úgy hiszem, hogy ez Istennek a fantasztikus beavatkozását, és azt a harcát mutatta, hogy itt a sötét világgal az Úr harcolt. De megint hosszú lenne ebbe egy részletesebb óra. Úgyhogy ezt az egy mondatot így, ez szerintem nagyon frappáns nagyon mondat. Erős. Nagyon. Judit, nálad hogyan szólt? Én nekem az egész egy ilyen filozófiai, agyalási módon indult be. De ezt a kérdést te is feltetted, hogy hol volt Isten. Ezt a kérdést te is feltetted, gondolom, hogy hol volt Isten. És hát én főleg anyu tette föl. Főleg anyu tette föl, és mondom, ebből jött a nagyon egyértelmű válasz, hogy sehol, mert nincs. Kész. Tehát ezen nem érdemes gondolkodni. Ez a kérdés, vagy ez a válasz hogyan változott meg? Tehát ezek után jött egy olyan időszakom, amikor azon kezdtem gondolkodni. Először, ugye legelőször a kommunizmusban csalódtam. Nem érdemes elmondani, hogy hogyan. Aztán elkezdtem azon gondolkodni, hogy van-e még valami más ezen a világon, mint amit a két kezemmel meg tudok fogni. Mondom, én egy ilyen filozófus alkat vagyok. És kénytelen voltam arra rájönni, hogy igen, van.
Vannak ezek a nagyon furcsa, nagyon megmagyarázhatatlan helyzetek. Én is átéltem jó néhányat. Akár így, ahogy megmenekültek egyesek. Akár olyan, ugye Lipótmezőn dolgoztam, és láttam... Pszichiáterként, és láttam egy-két csodát. Na most mit csinál egy materialista ember a csodákkal? Ugye erre volt egy frappáns válasza valakinek, hogy szépen bedugja az agyának valamelyik fiókjába, és azt lezárja. Én is ezt csináltam, csak ez a fiók kinyílt. És elkezdtem gondolkodni, mi van, hogy létezik ez a csoda, hogy létezik az, amit én az életemben megtapasztaltam, és elkezdtem utána olvasgatni mindent. Minden tényleg, a tenyérjóslástól kezdve, az összes ilyen szellemi irányzatig, tehát zabáltam be ezeket a marhaságokat, már elnézést, de ott volt ebben a Biblia is, amit még jóval korábban megvettem, mikor először lehetett kapni Bibliát. Szent István Társulat, érdekes, hogy a Károli fordítást adta ki akkor, és megvettem azzal az indokkal, hogy jobban fogom megérteni Adi verseit. Teljesen igazam volt ebben, csak a Bibliát nem értettem. Tehát egyszerűen, na ne, hagyjuk, hát ez lehetetlen olvasni. és így aztán, ha már szellemi áramlatok, akkor nézzük, hogy mi van a Bibliával, és akkor kerültem abba a helyzetbe, hogy egyszer csak Eszter könyvét elolvastam. És akkor ott leültem, hogy na ne, ilyen nincs. Ugye megint az ilyen nincs, de nem tettem abba a bizonyos fiókba. Itt van a kezemben egy olyan könyv, amit legkevesebb 2000 év óta, hát nem legkevesebb, hanem tényleg 2000 év óta a keresztények, akik a zsidókat üldözik, megőriztek. Sőt, a legfőbb szent könyvük lett. Ez egy teljes lehetetlenség. Ja igen, mert hogy az Eszter könyvéből én, aki nem kaptam vallásos nevelést, nem tudtam, jó, tudtam, hogy hosszú nap van, ilyen, ennyi. De hogy mi az a... Na. Eszter bőtje? Tessék? Az Eszter bőtje. Az Eszter könyvében, igen. Hogy mi, de milyen ünnep a... Púrimra gondolsz? Púrim. Mi a Púrim? Gőzömnek. Az életemben nem hallottam ezt a szót, hogy Púrim. Na jó, de ezt akkor hogy lehet, hogy én abból a könyvből tudom meg, ami a keresztényeknek a fő könyve. Itt lehetetlenség van. Úgyhogy ebből a lehetetlenségből egyetlen egy módon tudtam csak magyarázatot találni, hogy erre a könyvre valaki vigyázz, tudnék a 2000 év. Ha csak minden egyes pápa, meg püspök, meg mit tudom én kicsoda, egy szót kihúz a könyvből, ami Izraelre hajaz, vagy magát Izraelt, ugye, akkor teljesen megváltozik ez a könyv 2000 év alatt. De miért nem húzták ki? Miért hagyták meg az ő legfőbb könyvükben, a legfőbb ellenségüknek a történelmét, hitrendszerét. És számodra ez meggyőző volt arról, hogy akkor van Isten? Akkor ez azt jelenti magyarán, hogy erre egy valaki vigyázott erre a könyvre, ha pedig egy valaki vigyázott, az csak Isten lehetett, és még egy következtetés jött, hogyha erre Isten vigyázott, akkor igenis higgyem el, hogy ez az ő könyve. Ő a szerzője. Úgyhogy én nekem tényleg így mondom, hogy ebben is hatalmas nagy szerencsém volt, mert nem kell abban agyalnom, hogy most ennek a gyülekezetnek higgyek, annak a gyülekezetnek higgyek. Egyetlen egy, ugye a mára Lutheri, hogy csak a Biblia, és csak az írás. És amikor ez megtörtént az elmédben, a szívedben, igen. Akkor
hogyan győzött meg Isten arról, hogy ő nem csak hogy van, hanem ő jó? Mint mondom, akkor én még Jézussal haragban voltam. Jó, benne van a Bibliában persze, és csak a Biblia, de hát azért ez a Jézus. És akkor megint én a legfőbb csodát akarom csak elmondani, hogy nem ez a lánc, amit hordtam, hanem a nagymamámtól egy arany, nagyon édes kis Dávid csillagos láncot hordtam, amit hát jártam ilyen fizikoterápiára, vissza a Lipótra, mert akkor már nem ott dolgoztam, de a Lipót még létezett. És szokásom szerint, ugye itt a nyakamnál kezeltek, a láncot levettem, és egy írógép alá úgy betoltam, az volt a helye, semmi probléma. Utána fölvettem a láncot, mentem tovább dolgozni. Csak hogy egyik napot felejtettem a láncomat. Ebédnél vettem észre, azonnal betelefonáltam, hogy láncomat légy, teljesen biztos volt, hogy ott van az alatt, az írógép alatt, légy szíves, tedd zsebre, és majd amikor megint holnap után megyek, akkor add vissza. És mondja a srác, hogy baj van. Az történt, de nem olyan régen, ő észrevette ott a láncot, ugye ez a női fizikoterápiás nap a Lipót mezőn, tele zsúfolva az egész pszichotikus, tehát elmebeteg Lipót mezei kezelt nőkkel, és ő így föltartotta a láncot, kislányok, valaki el akarja hagyni az aranyláncát. És az egyik hölgy jelentkezett, hogy ő. Elvitte, de senki nem tudja már, hogy hol, hova, hova, melyik osztályra tartozik. Tele volt az egész, és ő elhúzta a csíkot a láncommal. Hát mondom, akkor jó. Akkor itt van a lehetőséged. Jézus szeret vissza nekem a láncot. De miért Jézushoz fordultál ma ekkor? Mert akkor el foglak tudni fogadni, akkor be... bizonyított, hogy igen, te vagy a Jézus, akiben igenis, hogy lehet hinni, és össze lehet vele barátkozni. Vagy hogy mondja, nem tudom. Tehát kifejezetten Jézust kérted. Tesek? Kifejezetten Jézust kérted. Kifejezetten Jézus, mert Istent el tudtam már fogadni ugye az Eszter könyve óta. De azt is tudtam, hogy ha én nem fogadom el Jézust, akkor valami nagyon döcög az egészben. Úgy, csak hogy... nem meglett a lánc. És meglett a lánc. Meglett a lánc. Hogyan? Az egyik elmebeteg csaj azt mondta utána telefonbeszélgetés. Azt bocsánat, azt most mondjuk el a nézőknek, hogy az elmebeteg itt az egy nem minősítés, az nem, nem egy szitok szó, ez az állapot. Nem, ez egy kezelt. Ugye? Egy igen, kezelt. Hölgy, jó, mert a, aki... Igen, a köznyelvben az elmebeteg igen. Az egy visszás szónak igen. Számít. Igen, azért. Igen. Tehát sem tudom, mi ne kezelt. Uh-huh. Aki járt a fizikoterápiára is kezelésre, jelentkezett, hogy ő látta, amikor elvette a láncot a másik, és ismeri, tudja, nem tudja, hogy kicsoda, csak azt tudja, hogy melyik osztályra tartozik. És másnap reggel ez a fizikoterápián dolgozó bement arra az osztályra, és elkiáltotta magát. Kislányok! Valaki elvitte egy aranyláncot, ami nem az övé, és így adta vissza. Az és akkor, ez... amikor te ezt visszakaptad, és visszajutott hozzád, az neked akkor egy nyomós indok volt? Akkor vagy egy volt, nagyon hogy... nyomós indok volt, ugye még egy kicsikét Jézusról, tehát most már Isten is el volt fogadva, Jézus is el volt fogadva, most már egyet kellett csak megtenni, és ezt soha nem akarom kihagyni. Bizonyságból sem. Most se tedd akkor. Magamat kellett adni. Tehát nem az, hogy hiszek Istenbe, ugye, mert az ördögök is hiszik és reszketnek. Persze. Nem az, hogy hiszek Jézusban, mert az ördögök is tökéletesen tudják, hogy van, sőt, hamarabb fölismerték Jézust, mint az emberek. Persze. Hanem oda tudjam adni magamat. Hogy te legyél az irányítóm, életem irányítója. Akarok, nem akarok semmi mást. Te vagy.
Na most ez ellenben ugye ezt egy, hát most már mondhatom, hogy egy nagyon biblikus hasonlattal fogalmaztam meg, még egy pár hónap eltelt a megtérésemig, és ez a hasonlat az volt, hogy az a vicc volt, hogy amikor a Jércikét kergeti a kakas, és akkor ott szólnak mindenki a tyúkok, öreg, tapasztalt tyúkok, hogy Jércike, mit szaladsz előle, hát úgyis el fog kapni. És erre mondja Jércike, hogy ezt futok még egy-két kört, nehogy azt higgye, hogy rossz lány vagyok. Én akkor már ebben az állapotomban voltam, hogy futok még egy-két kört. Azért olyan könnyen nem kap meg. Tessék? Olyan könnyen azért nem kap meg. Igen, pontosan. Hát ezt hogy képzeli? Köszönöm, hogy elmondtad ezt a bizonyságodat. Még biztos, hogy még nagyon-nagyon sokat tudnál mesélni most úgy nagyjából ennek a beszélgetésnek időszempontjából, igen, csak időszempontjából értünk a végére. Egy-egy mondatba kérlek, mondjátok el azt, ami most így a szívetekben van, hogyha mondjuk azt kérdést teszem fel, hogy hogyan érez Jézus a holokauszt felől, hogyan érez Jézus a zsidó emberek felől. Csak röviden. Amikor először tényleg komolyan így szembesültem ezzel, hogy de tényleg hol volt, akkor ezt így megkérdeztem tőle, hogy de tényleg hol voltál. És akkor nagyon határozott választ kaptam, hogy ő ott volt. Ott volt a gázkamrákban, ott volt a vagonokban. Ő egy olyan messiás, aki a fájdalmok férfi és a betegség ismerője. És amikor a nép a legjobban szenvedett, akkor volt a leginkább velük. És azért én bennem van egy olyan meggyőződés, hogy nem tudjuk, hogy ott a gázkamrákban, ott az utolsó pillanatokban mi történt ezeknek az embereknek az életében, de hogy volt lehetőségük kiáltani. Én hiszem, hogy sokan kiáltottak, és azt mondja az írás, hogy de aki az Úr nevét hívja segítségül, az megtartatik. Én hiszem, hogy sokan nem csak úgy általában, hanem Jézus nevét hívták segítségül, és megtartattak. Lehet, hogy fizikailag elmentek, de egy napon majd látni fogjuk őket. Ezt mondjuk úgy nagyon nehéz elmondani egy kereső zsidónak, de ez az én szívemnek a belső meggyőződése. Hát igen, hiszem, hogy ott volt Jézus. Igen, együtt szenvedett. Együtt szenvedett, sírt, éhezett, beteg volt akkor is. De hát hogy így mondjam, a filozófus vagy teológus, mert teológiát nem végeztem soha, én nem, azt mondja, hogy nagyon sokáig nem értettem azt az igét, hogy Jézus meghalt, értünk, sőt, fel is támadt. Ez a sőt, ez úgy keresztbe állt bennem, hogy oké, meghalt, értünk, de én azt úgy gondolom, hogy azért ő tudta, hogy föl fog támadni, tehát mi ez a sőt? Tehát mi? Oké, él, rendben, de mit jelent az, hogy sőt, hát minthogyha a feltámadás egy nagyobb dolog lett volna, mint az, hogy meghalt, értünk. És mostanában nem olyan régen jöttem rá, hogy ez a nagyobb dolog, ez azt jelenti, hogy ugye ott van most a mennyben, és 100%-ig Isten, és ott van a mennyben, és 100%-ig ember. Tehát ő mindenben, mondhatnám úgy jóban, rosszban, holokausztban, gázkamrában vállalta az emberi sorsot. Ez a sőt, hogy ő nem csak meghalt miértünk emberekért, hanem gyakorlatilag az örökké valóságban képes velünk lenni, velünk maradni, holott ő a mindeneknek a teremtője, az Isten. Hát számomra nagyon gazdagító volt az, hogy veletek beszélgethettem, és hallgathattalak titeket.
a bizonyságotokat, úgyhogy még egyszer nagyon köszönöm, hogy itt voltatok. Talán akkor majd még lehet, hogy folytatjuk is ezt a beszélgetést. Reméljük. És okay. Köszönjük szépen. Jó. Kedves nézőktől búcsúzunk, természetesen Isten áldását kívánjuk Önöknek, és köszönjük, hogy meghallgatták ezt a nagyon inspiráló és nagyon mély beszélgetést. Viszontlátásra, Isten áldja Önöket!